이티티 우리가 바로 우리 하셔야 안토니오 반데라스 showing my bank details on here. Akinek nem ingyen, ne vegye magára. Social media. Minden nap, amikor görgetem a Facebookot, azt látom, hogy egy buta csajsz mit locsog. Az üzenőfaladra bölcsességek mennek, a sok értelmetlen idézettől már falnak megyek. Olyan dolgok, amiket Marilyn Monroe sosem mondott. A példaképet egy vinyó, de ez nem jelent neked gondot. Szerinted kit érdekel, hogy bózolsz valami svédekkel? Az, hogy kedvelnek, nem véletlen, hisznek a könnyű véredben. Kirakod a melled, és mivel nincsen rajtad hely, vársz pár percet, és bum, 200 like. Na de légy, most álljunk meg egy szóra. Legtöbb lájkolónak te vagy az ok a maszturbációra. Nem kell neked ház, és nem kell neked kert. A Facebooknak hála az életed új értelmet nyert. Idézed a Bibliát, és játszod a szentet. Tudjuk ám, hogy hány fasz járt benned. Szerintem Jézus meg lehetne azonnal lehányna. Olyan koszos egy leány vagy, hogy a keresztre visszamászna. Majd 3 napig várna. Majd 3 napig várna, megsiratná az anyja. Aztán tudod, van az a 12 spanya. Terjesztenék rólad, hogy állítólag egy húrkatol vagy, és egy faszállító vagy. És ha nem volt a Facebookon elég a figyelmed, folytatod a komédiát, és megnyitod a Twitteret. Azt írod, hogy Justin Bieber mekkora egy szemét, hogy ő a kedvenced, és abba hagyja a zenét. Ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy feladom a profi testépítőpályám. Van Twitter azoknak is, akiknek diszlexiája van. Ezt a postportált úgy hívják, hogy Instagram. Ide is posztolosok, kígyó bűvész. Rak egy képre egy effektet, és már is fotóművész. Hashtag YOLO, hashtag swag. Téged minden este más basz meg. És én tudom, betegedni, hogy testem megy. A francot érdekel, mondd már meg! A legjobbak akkor is azok a ribancok, akik arról nyafognak, hogy más ribancok, mekkora ribancok. És vannak még a Facebook párok, néha édesek, de legtöbbször tőlük hányok. Áradoznak arról, hogy egymást mennyire szeretik, eközben otthon késsel egymást kergetik. Ha ezeknek kihúzod az internet kábelét, az ugyanolyan, mint az ütőerét vágnád szét. Még pár órát élne, de nem lenne kár értve, mert utána egy sokkal jobb világba térne. Ahányszor belépek egy kávézóba, kezükben ott van az okostelefon. Bírják már ki nélküle csak egy pár órára, az ilyenek annyit érnek, mint egy NDK-s pornó. Kiírod, hogy hol vagy és kivel. Azt hiszed, hogy ezt lesz téged nemessé. A vécézési szokásodat is tudja már az NSZ. Az okostelefonnak a legnagyobb veszélye, hogy minden embernek rámegy az eszére. Éppen ezért lesz egy generáció idióta, pont úgy, hogy Albert Einstein megjósolta. Köszönöm.